Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Fruzsilakban, gyertek be! Ma körbevezetlek benneteket, mintha a vendégeim lennétek. Hát először is kezdjük a legfontosabb dologgal, ami nem ez a kiálló vezeték, ami egyébként nem tudom, hogy micsoda, hanem ez itt. Mint egy igazi jó barátok rajongó, van egy ilyen tökéletes kis jó barátok képkeret a bejárati ajtómon. Hát sokakat zavar itt ez a csík, hogy nem középen van, de nem lehet minden tökéletes. Aztán pedig van két háziőrző macskám, amit egyébként mindenki gyűlöl. Először ő érkezett hozzám, ez az aranyszínű, aztán van itt a japán kis testvére, amit egyébként Attilától kaptam. Na de gyertek be! Ez itt a tökéletes lazító zóna. Erre egyébként nagyon büszke vagyok, mert szerintem ilyen tökéletes hangulatúra sikerült megcsinálni, legalábbis én itt tényleg nagyon jól tudok lazítani, tökéletesen lehet filmeket nézni, olvasgatni is. Ez a kis sarok, ahol itt meg szoktam pihenni, és hát itt vannak az ilyen furcsa dolgok, amik a kikapcsolódásomhoz hozzájárulnak, például a fejmasszírozó, vagy az öregasszony lelkem megnyugtatása, keresztrejtvények. A másik kedvenc részét nem más, mint a könyves polcaim. Ahogy láthatjátok, nagyon szeretem szín szerinti sorrendbe állítani a könyveket, illetve felül van egy ilyen kis Harry Potter szekció, és utána pedig ott még kevés könyv van, úgyhogy csak indul a szín szerinti összeállítás, de szintén szívemnek oly kedves kis rész a sok pokettel, bár most már egy-kettővel be kell olyan, hogy le vagyok maradva. Itt van a másik házi kedvencem, mondhatjuk őt így is, és mindig. Nagyon haragos vagyok a barátaimra, amikor éppen hozzá akarnának érni, vagy meglökik őt. Ups. Ezt a sarkot is nagyon kedvelem a lakásomban, mert szerintem nagyon otthonos a hangulata. Picit furcsának tűnhet, hogy van egy ilyen óriási bekeretezett kép saját magamról a nappalimban, de itt nem én számítok, hanem a kis autóm Luigi. Ezt a képet egyébként Claudia készítette saját kezüleg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki innen is. És hát tudjátok, hogy vannak ilyen elmaradhatatlan részei a lakásnak, hogy mindenhol legyen valamilyen Harry Potter tematikájú dolog. Ups, valami leesett róla. Mint például ez a kis Roxfort itt. Aztán itt alul van egy ilyen kis büszkeség rész. Így néhány díjjal kapcsolatban, amit nektek köszönhetek. Ez itt a kis étkező, nem csak enni szoktam itt, hanem gyakran kihasználom olvasásra is. Most éppen ezt a könyvet olvasom, és hát itt tökéletes gyertyafényes vacsorát lehet elkölteni, úgyhogy a gyertyák igazából nem igaziak. A konyha ideális méret számomra. Legfontosabb kelléke ez a kávéfőző, és ez a kis kávézó sarok. Hát korlátozott mennyiségben szoktam itt időt eltölteni, vagyis azért így magamnak szoktam egyébként kaját készíteni, de inkább az ilyen egyszerű recepteket kedvelem, vagy sütiket szoktam csinálni, ami picit bonyolultabb. Na de gyertek a dolgozóba! Szóval ez lenne itt az én kis dolgozószobám, bár megmondom őszintén, hogy azért gyakran ki szoktam költözni az étkezőbe vagy a nappaliba, akkor is, amikor várok, mert azért olyan magányosnak tűnik itt néha. Van itt egy ilyen kis pihenős kanapé, ami egyébként szerintem nagyon jól néz ki, illetve borzasztóan kényelmes is, de valamiért megmondom őszintén, ritkán szoktam itt benne üldögélni. A házi kedvencek listája folytatódik. Ő itt Richard, az én kis tacsim, ha már igazi nincs, ezt még Virág barátnőtől kaptam születésnapomra. Szerencsére nagyon jól nevelt kutya, még kutyaiskolába sem kellett vinni, és tök jó, úgyhogy jussz, jó. Ezen a falon vannak a kis kalapkáim, és most van itt egy ilyen balesetes, ami állandóan leesik, ezt gyorsan visszatesszük. Szerintem ez még ott fog felfelé bővülni, mert már elkezdtem itt duplázni a kis fejfedőket. Szeretem az ilyen utazásról megmaradt dolgokat, vagy hát az utazásról hozott dolgokat itt a lakásban így elrejtegetni. Ez egy legyező egyébként, amit még Majorkán kaptam, de van itt például ez a tálca, amit Marokkon vettem, vagy ez a kis rózsakvarcfa, ami például New Yorkból van. Úgyhogy mindig szeretek ilyen apróságokat itt-ott lerakni a lakásban, amíg eszembe jutott valamilyen jó kis utazásos emléket. Itt pedig varázslat történik. Na jó, nem, talán a videóim vágását picit túlzás lenne varázslatnak hívni, mert annyira nem vagyok benne sajnos pró, szóval itt azért meglepően sok időt el szoktam tölteni, és ha már mutattam nektek múltkor, hogy a kis időnyerőmnek igazából még nincsen kifejezett helye, hát azóta lett itt, felraktam ide magam mellé, néha amikor már itt
nagyon unom a vágást, akkor egy-kettőt pörgetek rajta, hogy gyorsabban haladjak. És ahogy láthatjátok, van egy kis galéria falam a kedvenc képeimmel. Hát az örök kedvencem továbbra is ez a kutyás marad, hiszen valamennyire ez a kutya én vagyok ebben a bundakabátban. Legalábbis ezzel szórakoztatom magam mindig, illetve pár ilyen, hát ilyen viccesebb, vagy ilyen inspiráló idézet van kitéve, illetve van egy ilyen kis naptárom is, amit hát megmondom őszintén, így kifejezetten nem nagyon szoktam használni, de ezt még Barcelonában vettem, és különböző Gaudi épületek vannak rajta, és annyira jól néz ki, hogy így gondoltam, itt kiteszem magamnak. Mehetünk is tovább a hálóba. Ide azért kevés embert szoktam behívni, úgyhogy... Szóval ez itt az én kis lazító zónám. A másik lakótársam Bob, akinek másik neve Kugli, mert ő Mr. Kuglóf is egyszerre. Szóval Kuglinak, meg Bobnak is lehet őt hívni. Ő az én kis alvótársam, és most a kedvenc kis csillagképes ágynemű van felhúzva, és amiről a legtöbb kérdést szoktam kapni, az ágyam mögött az a pici dísz, amire hát nagyon büszke vagyok, hogy én raktam fel. Igen, sikerült 2 darab szöget bevernem a falba, és tökéletesen azt gondoltam, hogy kimértem, hogy egyenlő magas legyen. Nem, 5 centi van a kettő között. Hogy ezt hogy csináltam? Nem tudom. Minden esetre nagyon szeretem azt a kis részt. Egyébként most itt a hálószobával kapcsolatban a fejemben van egy kis projekt, hogy elég sok mindent meg szeretnék változtatni, úgyhogy lehet, hogy arról majd lesz egy külön videó is. Aztán még itt van nekünk még néhány kis, hát ilyen nyugtatónak szánt kép, ami az alvásomat segíti. Például ez az Audrey Hepburn-ös. Én itt gyakran pont így érzem magam, hogy gyertek tovább. Ez itt pedig a fürdőszoba, na hát erre inkább mondhatjuk, hogy ez az a hely, ahol a varázslat történik, mert a reggeli arcomból valami vállalhatót varázsolni, az már tényleg magic. Szóval kád, amit kicsit ilyen koporsó formájú, de azt inkább hagyjuk, és szép érkező rész. Szóval ez lenne az én kis lakásom, ugye most már picivel több mint egy éve lakom itt, és nagyon-nagyon szeretem egyébként. Sikerült nagyon otthonosnak berendezni, vagy hát legalábbis számomra. Mindig szokták tőlem kérdezni, hogy na, már befejezted a lakást? Hát olyan szerintem sosincs, hogy teljesen 100%-osan kész legyen, viszont a mostani állapotával nagyon elégedett vagyok, de azért vannak kisebb változtatások, meg ilyen dekorációk, amiket még szeretnék megcsinálni. Szóval majd erről szerintem láthatok úgyis videót. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, úgyhogy én el is köszönöm. Sziasztok! Hello!